Milyen helyeződjön a fejlesztések hangsúlya a következő pályázati ciklusban? Erre a kérdésre ad választ a stratégiai tervezés, melyen az önkormányzatokban szerte az országban, itt Tolnán is keresik a választ. A kérdés bonyolultabb, mint ahogy az elsőre látszik, hiszen a most meghatározott célok jelentik a Szamár vezetőt a 2027-ig tartó esztendőkben, amikor konkrét pályázatokban kell majd testet öltenie a megfogalmazott céloknak. Én azt gondolom, hogy beleteszünk még mást is. Tehát vannak olyan stratégiailag nagyon fontos fejlesztési területek a városban, amit várhatóan nem fogunk tudni uniós top plusz forrásból finanszírozni, de azt gondolom, hogy meg kell fogalmazni mindettől függetlenül azokat a, most itt történetesen akár a Holduna víz utánpótlásának és mederkotlásának a megoldására gondolok. Tehát ezeket is mi igyekszünk megfogalmazni. De itt most nem feltétlenül, tehát a fenntartható városfejlesztési stratégiában különböző irányvonalak mentén kell a tervezést megfogalmaznunk. Tehát igen, hogyha az a kérdés egyébként a nézők számára, hogy pontosan leszeretnénk-e írni, hogy mik azok a fejlesztési pontok, amiket fejleszteni szeretnénk, például hogy mondjak egyek utak felújítása, vagy a városi csapadékvíz problémájának a megoldása. Igen, ezeket is meg fogjuk fogalmazni, de magában a stratégiában ennek az indokoltságát kell megfogalmazni. Tehát, hogy mik azok a stratégiai irányvonalak, amikre ezeket a fejlesztéseket rá tudjuk húzni majd annak idején. A prioritások megfogalmazását követően az elképzelésekről a polgármesteri hivatal kikérte a társadalmi szervek képviselőinek véleményét is. Ugyanakkor a képviselőtestület tagjai egyben egy tolnai körzet mindennapos problémáiban is jártasak, így ezek megoldása is helyet kapott a tervekben. Gyakorlatilag 5 tervezési elv alapján valósul majd meg a tervezés. Az egyik a prosperáló város, tehát a helyi gazdaság fejlesztése. Ez nem azt jelenti, hogy mi fogunk gazdasági létesítményeket létrehozni, hanem azt jelenti, hogy azokat a területeket, ipari övezeteket, például a volt laktanya területén lévő ipari övezetet, ahol már most is működnek gazdálkodó társaságok. Ott például út és közvilágítás és vízszennyvíz, tehát közművesítést tervezünk. Tehát azt gondoljuk, hogy ki kell szolgálnunk azokat a gazdálkodó társaságokat is, akik már jelen pillanatban ott tevékenykednek. A zöldülő város, ami ugye nyilván függ részben az alternatív energiaforrások bevonását is megcélozza. Tehát azt látjuk, hogy ugyan a lakosság nem érzi a rezsiszámláin, hogy magasabbak lennének jelen pillanatban, de azt tudjuk, hogy akár a gazdasági társaságok, akár az intézmények, akár a városházában az energiaár az lényegesen magasabb. Tehát próbálunk itt is valami alternatív megoldást találni. A digitális város, ami hát most lehet, hogy még egy kicsit furcsának hat, bár a 21. század elején vagyunk, és egyre többen használják a digitális megoldásokat. Ezen városi szinten jelen pillanatban nem feltétlenül vagyunk felkészülve, úgyhogy ez is egy irányvonal, ez a digitális okos megoldások alkalmazása történjen meg, például a városüzemeltetésben is. Az egyik kardinális kérdés, hogyan tartsa meg Tolna az itt élő lakosságot, és ezen belül is a fiatalokat annak érdekében, hogy az évek alatt ne öregedjen el Tolna. Én azt gondolom, hogy ez elég nagy probléma egyébként a fiatalok elvándorlása is, és megszólítása is. Igyekszünk valami olyan formát keresni, akár mondjuk a középiskolásoknál kezdve, ugye Tolnán működik egy gimnázium, hogy mi az, amit ők szeretnének a lakóhelyükön. Az már nyilván elavult, ők nem fognak feltétlenül sakszakkörre, könyvtárba és kézimunkaszakkörbe menni, és lehet, hogy a mikorosztályunk már nem is tudja, hogy mit szeretnének, arra jutottunk, hogy meg kéne őket kérdezni. Tehát most visszatérve arra a megtartó városra, tehát hogy a város tartsa meg a lakosság számát, és ehhez nyilván
Ehhez nyilván szükség van arra is, hogy például azokat az infrastruktúrális fejlesztéseket végrehajtjuk, amiket egyébként eddig is hajtottunk. Tehát, hogy bölcsödét építünk, óvodákat újítunk fel, iskolákat újítunk fel, sportlétesítményeket újítunk fel, uszoda épült a városba. Ezek mind-mind olyan elemei az infrastruktúrának, amik én azt gondolom, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy a város ne veszítsen a lakosság számából. A városi szolgáltatás minőségéhez hozzátartozik az infrastruktúra fejlesztése is. Ez is egyik eleme a stratégiának. Mindenképpen szerettük volna, hogyha ennek a stratégiának, vagy ennek a fejlesztési ciklusnak a megvalósításában szerepel a Szekszárdot Tolnával összekötő kerékpárút, de úgy tűnik, hogy ezt más forrásból tudjuk finanszírozni, állami forrásból, és nem mi fogunk rá benyújtani pályázatot, hanem ez egy, akár az Eurovelo 6 részeként egy országos beruházás lesz. Ez nekünk mindenképpen jó hír, hiszen a cél, hogy Szekszárdot Tolnával, kerékpárúttal összekössük, ez meg tud valósulni, de nem ebből a 4,5 milliárd vagy 4,4 milliárd forintból, hanem más forrásból. Ez azt jelenti, hogy ezt az összeget mi másra tudjuk fordítani, nyilván ennek lesz helye, ez nem kevés pénz, hozzáteszem, tehát ez több, mint a duplája annak, mint az Európai Uniós ciklus korábbi fordulójában a város elnyert, de azt gondolom, hogy mindenképpen hasznosan fogjuk ezt elkölteni.